Jó, sziasztok! Na hát, ahogy látjátok, ismét Szentendrére vettük az irányt Dórival együtt, és most ahova megyünk, az nem más, mint a... Hova megyünk? Szürrealista múzeum. Oké, szóval oda fogunk menni, és szétnézünk egy kicsit, hogy művelődjünk, és hogy kinyaljuk a művészetek mézes csuprát. Oh. Igen, kicsit ez olyan szexuális töltető volt, de jó volt szerintem. Na jó, minden esetre már itt is vagyunk. Would you give one more day if you're able to live wonder before they clear one more place at the table live wonder a penny for
Kint szabadlábon, és egy gyors kis vélemény kifejtés. Én azt mondom, hogy 1000, ennyi volt? 1600 egyébként? 1600 forintért ad egy komplett élményt, ami mennyi volt? Fél óra? Jó fél óra? Egy óra hossza. Jó, szóval egy óra hossza alatt azért be lehet járni 1000 akárhány száz forintért, és hát én igazából nekem nem voltak semmiféle elvárásaim ezzel a kiállítással kapcsolatban, és azt mondom, hogy kaptam hideget is, meleget is, összességében nem volt rossz, de annyira jó sem. De ez viszont tényleg csak abból fakadóan mondom, mert én inkább realizmus párti vagyok, mint szürrealizmus, de egy élménynek azt mondom, hogy tök jó, és szerintem látogassátok meg, hogyha ugyanabból szeretettek a művészetet, hiszen én sem vagyok festő, csak egyesek szerint. Aztán én is ugye csak rajzolok, illetve tetoválok, tehát nekem konkrétan a művészet az ebben teljesedik ki, és a szürrealizmus az igazából nem az én világom, de ettől függetlenül mondom, jól éreztem magam, úgyhogy szeptember 1-ig meg lehet látogatni ezt a kiállítást. Meg nem mondom egyébként most, hogy milyen múzeumban voltunk, de majd a videó alatt dobok egy linket, és ott megtaláljátok az elérhetőséget. Na hát, zárásnak ennyi, lehet, hogy ennyi. Akkor hamarosan majd találkozunk. Sziasztok!